Erdély Tamás 8-18, Őri Zsombor 8-40, Mészáros Marci 8-15, Máté Krisz 8-14. Szemtanúi lehettünk annak, milyen az, amikor a legjobb hazai férfi maratoni kajakosok az idei év fő világversenye előtt gyorsító edzéseket végeznek. A helyszín a Tolnai Kajakkenu Klub bázisa, ahol 8 versenyző már második hete edzőtáborozik a Holdonán, hogy aztán 2 hét múlva irány Kína a világbajnokság. 2000 métert vezényelt ezen a délelőttön Barina József, a Tolnai Klub vezetőedzője, aki egyben a válogatottnál is tagja az edzői stábnak, és ott lesz Kínában. Most már nagyon nagy állóképesség fejlesztés nincs, ha bár most 4x2000-et mennek, én írom állóképességi edzést csökkenő pihenővel. Hát főleg modellezem a verseny, ami várható, az a sok-sok robbantás, amely férfi kajakra jellemző, a rajtszakaszt, a finistát, ami a verseny előfordul, arra készülünk. Ketten ezúttal külföldi verseny miatt igazoltan voltak távol. Aki a maratoni kajakban számít, akiktől várják a sportág hívei az eredményeket a férfiaknál, azok a csapásszámot folyamatosan növelve mind jelen voltak. Természetesen a Tolnai Kajakkenu Klub idén alakult párosa az Európa-bajnokságon egy ezüstéremmel debütáló Boros Adrián Máté Krisztián dúó is. Ezúttal nem egy hajóban eveztek, majd másnap a páros edzésen erre is sor kerül. Direkt azért csináljuk ezeket, hogy ez remek erőálló képességi edzés is, tehát hogy mindent lehet ezzel fejleszteni, meg megnézni, hogy éppen hol állunk. Tehát itt most ezen a kemény vízen meg pláne erőt is fejlesztünk, mert olyan kemény, hogy kicsinál teljesen, tehát kell is az a 20 percekre rajtolás, hogy kellően kipihenje magát a szervezet az alatt, 11-12 perc alatt, mert azért most így hajtunk egy 8 perc, 8-26, az rendesen megviseli a szervezetet, de utána egy kicsit kikajakozzuk, és már jobb is. Roppant fontossá vált a gyorsasági állóképesség, a robbanékonyság fejlesztése, mivel hogy a világversenyeken gyakran előfordul, hogy tizedek, századok, ezredek döntenek a 30 kilométeres táv végén. Terem mi külön készülünk, tehát a verseny vagy az edzés végén mindig megyünk el rövid sprinteket, tehát hogy az bennük legyen, bírják fejben is, és a szervezetük is, hogy maximálisan kell menni akár 2 óra után is, még egy utolsó 100-at vagy 50 métert. Az EB-ezüst után a dobogó a cél a VB-n is a Boros Máté párosnak, de itt a spanyolok és a portugálok mellett a dél-afrikaiakkal is számolni kell, akik legtöbbször diadalmaskodtak az elmúlt évek világbajnokságain. Ám az utóbbi időben más nemzetekkel is, például a franciákkal számolni kell a dobogós helyezésekért folytatott küzdelemben. A magyar válogatott felnőttben és az ifjúságiaknál, mind a nőknél, mind a férfiaknál most is népes küldöttséggel vesz részt a világbajnokságon, így a legeredményesebb ország titulusra most is legnagyobb az esélye.